Before the early nighttime calls, that's what I was told. So I did this every night since I reached the age of 5. There was nothing else I know. But one day my dog escaped his cage, and I was searching without rage until I saw the open door. I stepped in, and you won't believe my heart barely skipped a beat the first time when I met. A 2017 végén alakult dogózenekar egyhamar belopta magát a pécsiek, a baranyaiak, majd igazából egy ország szívébe. Az indie pop alternatív zenekart a pandémia sem tudta megállítani, hamarosan újra nagyot robbantanak, de erről meséljenek inkább ők. Köszöntöm a Pécs TV nézőit, a stúdióban pedig a dogózenekar énekesét, Hanzli Fandit és gitárosát, Kárai Bencét. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Hogyan lettetek tizenészek, vagy miért? Hát, szerintem ezt úgy magától hozta az élet, vagy hát én kiskoromtól kezdve zongorázni tanultam, meg szolfésre jártam, és akkor az éneklés az nekem később jött, aztán végül is annál ragadtam le. Aztán, amikor a Bencével találkoztam, akkor én még ugye másik zenekarba zenéltem. Igen, nagyjából így tudnám ezt elmondani. Az én sztorim az egyel komplikáltabb ennél, vagy hogy... Talán cikibb, mert hát én úgy kezdtem bele a gitárzenébe egyáltalán, hogy imádtam a Pószt. Tudod, hogy játszottunk a Guitar Hero-val a barátaimban, az egy ilyen videójáték, ahol gyakorlatilag ilyen műanyag gitárokkal játszol, és akkor mondtam édesapámnak, hogy figyelj, ez tök menő. Megmondta, hogy figyelj, akkor karácsonyra kapsz egy gitárt, és akkor ez körülbelül egy ilyen 15 ezer forintos gitár volt, de úgy volt 15 ezer forint, hogy abban minden benne volt, a tok, az erősítő, a gitár, tehát hogy képzeltétek, hogy milyen minősége volt, és hát végül is a Pózért jöttem be, de hogy a zeneiségért maradtam. Tehát te a Póz alatt azt érted, hogy ahogy beállsz a gitárral és játszol? Hát a menőzés, igen. Hogy menőn nézel ki a színpadon, hogy mindenki azt gondolja, hogy te menő vagy, meg gitározol, és nyilván ez 14 évesen volt, ezt elfelejtettem hozzátenni, és nyilván ebből hál' Istennek sikerült kinőni, és most már nem ezért csinálom, de
De jó, tehát hogy ez így bevonzott akkoriban. Az az igazság, hogy szerintem a legtöbb tininek van egyébként egy rockstar korszaka, amikor hát vagy tesz is valamit, vagy csak nagyon szeretne rockstar lenni. Nekem bizonyosan volt ilyen, de aztán hála Istennek elmúlt, és más szakmát választottam, mert nem biztos, hogy olyan tehetséges lennék, mint ti. Fannit említetted, hogy neked volt azért formális zenei képzésben részed, Bence, te is jártál esetleg tanárhoz, vagy ez teljesen autodidakta volt? Hát figyelj, én autodidaktán kezdtem elég sokáig, tehát azt mondanám, hogy egy 6 évig legalább autodidaktán, és most már van formális képzésem, de nagyon bánom, hogy ebben az időszakban azt gondoltam, hogy nekem jó lesz az autodidaktán, mert mindig belegondolok, hogy hol tarthatnék most, hogyha nem ezzel a mentalitással kezdtem volna bele. Szóval, ja. Azért azt hiszem, hogy soha nem késő, ugye van a 90 éves férfi története, aki azt mondta, hogy 70 évesen elgondolkodott rajta, hogy ideje lenne megtanulni zongorázni, de aztán azt mondta, hogy már túl késő, és 90 évesen azt mondta, hogy ha akkor elkezdtem volna, akkor már 20 éve zongoráznék, úgyhogy talán még nektek sem késő, hiszen hát szemtelenül fiatalok vagytok, lássuk be. Hogy alakult a zenekar? Fanni, az előbb megemlítetted, hogy te egy másik zenekarban is voltál már. Igen. És hogy találkoztatok ti zenekarként? Ugye a zenekar egyébként 4 tagú, de most ti ketten képviselitek. Hát igazából ez úgy alakult, hogy egymással egy időben próbáltunk egy próbateremnél, és én ott ismertem meg a Bencét, de akkor mint csak ilyen barátilag ugye beszélgettünk a zenélésről, meg ő is ugye akkoriban még az őnek is volt egy másik zenekara, és akkor szóba se jött igazából, hogy együtt zenéljünk, aztán nagyon jó barátok lettünk, és amikor az én másik zenekarom akkoriban feloszlott, akkor kitaláltam, hogy jó, akkor most csináljunk valamit, ami ilyen teljesen laza, teljesen kötetlen, és így amúgy is a Bencével akartam együtt zenélni, mert akkor már viszont beszélgettünk róla, hogy jó lenne, mert hogy egy hullámhosszon mozogtunk így zeneileg, meg szerintem azonos dolgokat akartunk ezzel elérni, és akartunk, és akkor így adott volt valahogy, hogy jó, akkor legyen, és akkor így verbuálódtunk össze. Igazából minden tag egy teljesen másik zenekarban is zenélt, és akkor onnan válogattuk össze tulajdonképpen, hogy a Bogi eljön basszusgitározni, ugye a Feri Entesbe basszusgitározik, akkor a Keceli Szabi, ugye a Bricklane nevű zenekarból jött hozzánk dobolni, meg nekik a Bencével volt egy közös zenekara, de akkor közben a másik Szabi és a Bogi, ők mind a ketten a Feri Entesbe is zenéltek, szóval gyakorlatilag így összemixeltünk. Akkor egy azért rosszul mondtam, mert nem 4-en, hanem 5-en vagytok. Így van, így van, igen, igen. Tehát akkor azért mindegyikőtöknek volt már zenekari tapasztalata, nem csak ilyen tini szerelem, rockstar, garázzzenélés célra láltatok össze. Mi volt a cél? Tehát örömzenélés, vagy színpadokra vágytatok? Hát, én figyelj, szerintem úgy vagyok vele, hogy örömzenélés volt, mert emlékszem, hogy Fanni hívta amúgy össze ezt a zenekart teljesen, és akkor mi csak így összeverbúváltuk, tehát hogy én ismertem a dobosunkat, a Keceri Szabit, te meg az Érett Szabit, a másik gitárosunkat, ő meg a Bogit, a basszusgitárosunkat, szóval így összeállt a csapat, és úgy voltunk vele, hogy mindannyian akarunk csinálni valamit, amit éppen nem tudunk csinálni az aktuális zenekarainkban, mert teljesen más irányokba indultak el. Ugye a Fannynak az akkori zenekara, a Légkör, az egy ilyen sokkal magyar alterosabb dolog volt, mindenféle pejoratív felhang nélkül, és neki azért van egy olyan oldala is, ami kicsit ilyen keményebb. És akkor kitaláltuk, hogy akkor itt most mindannyian csinálhatunk ilyet, és eredetileg örömzenélésnek indult, de közben meg úgy belelendültünk, és akkor egyre jobban vágytunk arra, hogy na de hogyha tudunk végül is így jó dolgot csinálni, akkor azt miért ne mutatnánk meg igazából? Hát mert jók voltak a visszajelzések, ugye tényleg semmilyen szándékkal. Igazából az volt a lényeg, hogy menjünk le, nézzük meg, hogy működünk így együtt, mert hogy így mindenki nagyon szimpatikus volt a másiknak, és akkor végül is megcsináltunk egy 3 számos ilyen kis EP-t, amit beküldtünk egy csomó helyre, a Kikeltetőre is például Budapesten, meg a különböző... A Lady Festre, igen, azon is megjelentünk, és akkor valahogy azt láttuk, hogy ennek lett egy nagyon pozitív felhangja, és hogy tetszik az embereknek, és akkor szerintem akkor döntöttük el, hogy akkor ebbe tényleg rakjunk több energiát, és akkor legyen ez egy tényleges zenekar, mert szerintem először főként csak egy ilyen szórakozás volt az egész, vagy hogy lemenjünk és kiélhessük azokat a dolgokat tényleg, amiket a többi zenekarban nem tudtunk. Főleg a Fanni említette az előbb a Kikeltetőt, és talán az volt ilyen szempontból az egyik legnagyobb ilyen lendület adó, hogy bekerültünk oda az egyik dalunkkal, a Wedding című számmal, ami amúgy
A Schubert Norbi és Rubint Réka szerelméről szólt az a dal, de ezt amúgy szerintem nem sokan értik, már angolul van. És ez a dal így bekerült, és akkor elég jó zenekarokkal, meg elég jó helyeken léphettünk föl, elég nagy közönség előtt, és hogy úgyhogy egy relatíven nagyon-nagyon fiatal zenekar voltunk. Szerintem azon a ponton talán maximum egy éves zenekar lehettünk. Igen. És akkor is nagyon sokat mondtam, és ja, tehát ez adott egy akkora lendületet, ami azóta is visz minket előre, és érezzük, hogy így van értelme folytatni. Beszéljünk egy kicsit a zenekar nevéről. Azt gondolom, hogy azért a mi korosztályunk, így most szeretném magamat veletek egy korosztályban emlegetni, bár azért az nem biztos, hogy igaz, ismeri ugye az interneten terjedő mémeket, ugye ezeket a vicces képeket, és hát én amikor meghallottam a zenekar nevét, akkor arra tippeltem, hogy a Dogó nevű mémről neveztétek el magatokat. Ez így van? Ez az igazság? Igen. Igazából ez is ugye visszatérve arra, hogy mennyire gondoltuk komolyan ezt a projektet. Ugye nem is tudom, hogy mire adtuk le jelentkezést, hogy hova lett egy fellépés, akkor már kellett egy zenekarnév, és még nem nagyon volt, és akkoriban ugye ezeket mémeltük, ugye, vagy ezeken viccelődtünk ezeken a képeken, és akkor hát legyen dolgozó, olyan hangzatos, vagy olyan vicces, bár mondjuk sokan nem értik elsőre, amikor is mi a neve, vagy ez mit jelent? Doboz. Vagy... Igen, és akkor... De hogy tényleg csak ennyi, mert egy dogoz, jó, hangzatos, tetszik mindenkinek, de hogy amúgy akkor még nem is volt körülötte semmi koncepció, hogy... Nem, hogy... most sincs. Most sincs, igen. Hát egyébként azoknak, akik nem tudják, hogy mit található, ezeken a dogó mémek azok egyébként kiskutyákról szóló vicces fotók tulajdonképpen. Tehát, ha magyarosítani kéne a zenekaratok nevét, akkor az lenne a neve, hogy kiskutyákról szóló vicces fotók. Bár ha jól hallom, akkor a dalok tematikájában sem mindig a komolyság felé veszitek el az irányt, hiszen az imént említettétek, hogy az egyik dalotok például egy híres magyar fitness házaspár szerelméről szól. Mi adja a dalokhoz az inspirációt egyébként? Hát szerintem úgy a mindennapjaink, bármint egy, nem tudom, így nagyon szeretjük egymás humorát, igazából is eléggé el tudnak menni ezek a beszélgetések, amikor jön egy dal, most például pont ez a Wedding című számunk volt az, hogy igazából megcsináltunk egy ilyen nagyon, hogy fogalmazzam, gicses, ilyen igazi gitárszólós kis nyálasabb dalt, vagy nem tudom, és egyszerűen nem tudtuk mi magunk se komolyan venni magát a zenét, amit megírtunk hozzá, és akkor végül is így volt az, hogy hát akkor írjunk már rá valami nagy hülyeséget, vagy valami vicces dolgot, mert nem tudtam volna elképzelni, hogy valamilyen nagyon komoly témára éneklek, miközben maga a dal meg teljesen nem veszi komolyan magát. Ja, tehát amúgy ezek ilyen ironikusan gicses dolgok, de azért belül jól esik ezeket az ironikusan gicses dolgokat így irónia nélkül is élvezni. Úgyhogy emögé így berejtőzünk, hogy ez ironikus. És amúgy tök érdekes, mert a következő lemezen meg lesz egy dal, ami meg arról szól, hogy a Scooby-Doo-ból a Vilma nagyon szerelmes a Fredbe, de a Fredet abszolút a Diana érdekli, és rájön, hogy Fred nem egy annyira jó fej ember. Egy peci, ezek ilyen... Igen, tehát hogy ezek tényleg olyanok, hogy néha szerintem jól esik, csak így nem komolyan megírni azt, amit... Mert hogy vannak komoly szövegeink, amik tényleg azt írják le, amit érzünk, főleg a most majd megjelenő pár számon, de hogy közben meg annyira sokkal egyszerűbb így fogalmazni, vagy így kiírni dolgokat magunkból, szerintem. Meg talán jobban is esik, tehát hogy nem feltétlen kell befordulnunk, és százas papír zsebkendővel lemenni próbálni, hanem hogy akkor hűlni megyünk le, és ez a dalokon is érződik sok esetben, hogy ez hűlés. És szerintetek emögött azért vannak valódi érzelmek, csak egy kicsit el lehet bújni a Scooby-Doo és az internetes vicces fényképek mögé? Szerintem, figyelj, nekem emögött semmi. Tehát én ezt humornak gondolom. Azt mondanám, hogy a zenei részében, az instrumentális részében fektetünk érzelmet, meg abba, hogy a Fanny megírja az éneket, ahogy a hangok követik egymást, abban van érzelem, és akkor néha a szöveggel úgy vagyunk, hogy figyelj, csak írjunk rá valami hülyeséget, vicces lesz. És mit reagál erre a közönség? Ugye azt mondtátok, hogy angolul vannak a dalszövegek nagy részt, de azért most már az a generáció, aki valószínűleg titeket hallgat, nem sokat szenved az angollal, hála Istennek. Szerintetek mennyire értik-e mögött a poént, mennyire értik azt, hogy mit szeretnétek ezzel elmondani?
Szerintem még nem igazán érkeztünk meg ebben, vagy még nem nagyon kaptunk ezekre visszajelzéseket, mert még nem tartunk ott, de szerintem aki hallgat minket, és akit érdekel az, amit mi csinálunk, az érti, vagy az utána fog járni, és jót nevet. De például a Vedégnek elég jó vízhangja volt ilyen szinten, hogy akár a koncerteken tök jól elviccelődünk ezen a témán, amiről szól magaddal. Arról meséljetek nekem egy kicsit, lehet, hogy ez a dolognak a komolyabb része. Ugye azt mondtátok, hogy a zenei háttérben, tehát hogy a szövegben nem is mindig, de a zenei háttérben mindig komoly energiát fordítotok. Hogyan képzelje el a Pécs TV nézője azt, hogy hogy születnek meg a dalaitok? Valaki hoz egy dallamot, és aztán együtt dolgoztok, vagy teljesen együtt álltok neki? Mi a koncepció? Hát alapvetően mindenki hozza, amilyen van. A fiúk kitalálnak egy gitártémát otthon, én kitalálok egy énektémát, vagy jön valami ötlet hirtelen a semmiből, és akkor azt közösen dolgozzuk ki. Tehát, hogy mi mindig mindent az elejétől a végéig közösen dolgozunk ki. Tehát nincs olyan, hogy valaki megírja kompletre a számot, és akkor a többiek meg már csak így egy-két dolgot tudnak hozzátenni, hanem az első témától kezdve mindent közösen rakunk össze. A szöveget is közösen írjuk meg, vagy legalábbis nagyon részletesen átbeszéljük, vagy körülírjuk, hogy mit szeretnénk ebbe megfogalmazni ebbe a dalba, és nagyjából így írjuk. Hát gyakorlatilag egy kivételével az összes szöveget úgy írjuk, hogy leülünk öten, és akkor ott fú, oda milyen sor kéne, meg minden, szóval ez is kicsit ilyen alkotótábor jelleggel történik. Az új lemezen viszont van egy szám, amit a Bogi írt szövegileg, azt nagyon szeretjük. Amúgy azt mondanám ez a dalszerzéssel kapcsolatban, hogy amit a Fanny mondott, az abszolút helytálló, csak az a durva, hogy valahogy lelassultunk. Tehát hogy nekünk volt az a baromi nagy lendület az elején, amiről az előbb is beszéltünk, és azt az első kis lemezt, azt nem tudom, valami pár hónap alatt így kitekertük magunkból, és azóta meg ilyen nagyon ilyen sokat tudunk elszöszmötölni egy dallal, és rá kellett jönnünk, hogy nekünk ennyi időbe telik dalt csinálni, ami nem probléma, feltétlen. Lehet, hogy öregszetek. Lehet. De mondjuk ez egy kicsit megfontoltabbak is a dalok talán, remélem. De néha meg úgy vagyok vele én is, hogy talán jobban állt neki az a lendület, ami az elején volt, hogy jó, hagyjuk, csak csináljuk meg, legyen kész, és akkor abban úgy volt egy ilyen egyel őszintébb energia, vagy nem tudom, ezt majd eldöntik a hallgatók. Beszéljünk arról egy kicsit, a stílusotokat egy csomóféleképpen meghatározatok. Volt itt szó indie-ről, popról, alternatívról. Miért nem tudjuk azt mondani erre, hogy ez egy indie zenekar, ez egy popzenekar, ez egy alternatív rockzenekar? Miért ez a sok stílus meghatározás? Figyelj, alapvetően szerintem azért nem bírunk megülni a seggünkön. Tehát, hogy ha mi most nagyon a marketing szempontjából közelítenénk meg a zenekart, amit nem teszünk, akkor belőttük volna magunkat valahol ezeknek a kategóriáknak így a közepén, és akkor azt mondtuk, hogy oké, akkor most ezt fogjuk gyártani 2,5-3-4 évig, és akkor ez egy tök jó marketingeltő dolog. De még azért nálunk még mindig erősebb az örömzene része, mint az, hogy profitálni akarunk ebből. Szóval az van, hogy lemegyünk, és ugye amihez kedvünk van, azt így megcsináljuk. És azért így a zenekar összes tagja elég sok féle területről inspirálódik, legyen az metal, vagy hip-hop, vagy nem tudom, bármilyen kategória, amit el tudsz képzelni, experimentális jazz. Szóval, ja, igazából mindenki mindig azt hozza, meg azt viszi bele a dalba, amit éppen hallgat, meg ami éppen mozgatja. Ettől lehet, hogy néha furcsa, hogy nincs egy ilyen beállított stílus, de ezt annak tudnám be, hogy még nagyon keressük azt, hogy mi az, aminél le tudnánk ragadni, vagy igazából nem is az, hogy leragadni, de hogy legalább egy irányt becélozni, de még túlságosan szerettünk kipróbálni egy csomó mindent ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez most bejött, ez most jó, akkor legyen ez mától. A zenekar elég fiatal, ugye 2000, már hogy nem... Ti is nagyon fiatalok vagytok, de a zenekar meg aztán még csak most kezdi az óvodát. De azért nagyon hamar színpadokra álltatok már. Mit tapasztaltatok, hogy a közönség hogy reagált erre a sokszínűségre? Tehát tudják ők ezt követni, veletek együtt bulizni? Hát már őszintén erre nem is emlékszem, mert olyan régen volt koncert, hogy nem tudom, hogy reagálnak, vagy meg nagyon régen hoztunk ki új dolgokat. De szerintem igazából, hogyha az emberek
hallgatják, akkor talán nem olyan zavaró, mert hogyha el tudnak így mélyedni benne, vagy így tetszik nekik, akkor szerintem nem olyan zavaró, hogyha egy-két dal így más, vagy hogy ugrálunk akár a között, hogy egy most egy melankolikusabb szám jön, ami kicsit bluesosabb, vagy utána pedig egy ilyen nagyon rockos, grunge-os, vagyis nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazzam meg. Jó, de ment. Nagyon alternatív, rockos dolgot játszunk, amiben tényleg nincsen semmi megfontoltság, vagy meggondolás, csak csináltuk mondjuk egy ilyet. Én amúgy szerintem nagyon, hát kaptunk már hideget is, vagy meleget is erre. Tehát, hogy azért hál' Istennek volt már olyan koncertben részünk, hogy nagy közönség, és nagyon élvezték, mert most a nagy az relatív. De hogy számunkra nagy közönség, és az egész közönségen azt láttuk, hogy élvezik. Meg olyan is volt, hogy kimentünk koncert után, és azt hallottam a kint is öröző embertől, hogy jó, ez csak ne játszanának ilyen össze-vissza mindent. Tehát, hogy szerintem ezt magunkba kell eldöntenünk, hogy ezt akarjuk-e, vagy nem, de az én fejemben kicsit az, hogy én szeretnék arra törekedni, hogy a hallgatóságunkat kicsit kondicionáljuk arra, hogy várják el tőlünk ezt a megújulást mindig. Tehát ebből egy ilyen belső motivációt kreál saját magadnak tulajdonképpen. Hogyne, hogyne. Kicsit szeretném olyanra, mint mondjuk a David Bowie életmű, tudod. Csak talán mi még annál is egy fokkal csapongósabb vagyunk, mert mondjuk a Bowie 1-2-3 lemezenként felvett egy ilyen személyiséget, és akkor abban a személyiségben alkotott, mi nem tudom, lemezeken belül is tök össze-vissza, hogy mit csinálunk. Beszéljünk egy kicsit a lemezekről, de most még ne a jövő, hanem a múlt tekintetében. Említettétek ezt az EP-t, tehát ezt a kis lemezt, ami kijött. Ezen kívül mi van még a tarsolyatokban? Hát ugye két kis lemez volt, amit kitettünk, vagy hát a második az nem egy kis lemez, de hogy így egy csokorban íródtak meg a dalok, csak végül ilyen egyedülálló számokként hoztuk ki őket, illetve dolgozunk, folyamatosan írjuk a számokat, és majd most szeretnénk megjelentetni egy-két újdonságot. Lesz, mindjárt beszélünk is. Jó. De először hát az a rész jön, amiről nem szívesen beszélünk, és akkor majd innen megyünk felfelé, egy kicsit mélyedjünk el abban a részben, ami nem volt senkinek sem jó, hiszen az elmúlt hát egy másfél évben a zenekaroknak nem volt túl sok meghívása, meg senki másnak sem. Hogy éltétek meg ezt? Nem is zenekarként is, és ti magatok, mint zenészek is, hogy éltétek meg ezt? Mennyire befolyásolta a kreativitásotokat? Hogyan éltétek meg a pandémiás helyzetet? Hát ugye a próbák szám az elején lekorlátozódott, ugye a kijárási korlátozás, ez nem tett túl jót nekünk olyan szempontból, hogy sokan ugye estig dolgoznak, és akkor nem tudtunk már 8-ig mondjuk lemenni egy órára a próbaterembe, mert nem lett volna értelme, mire összeszerelünk, meg összekészülünk, addigra vége is az egésznek. Viszont nagyon sokat kommunikált a zenekar, nagyon sokat beszélgettünk, ami szerintem nagyon jó hatással volt. Egy kicsit megterveztük úgymond, hogy mit fogunk csinálni a jövőben, szóval erre nagyon jó volt. Én személy szerint nagyon rosszul éltem meg, ugye két koncertünk is le lett törölve, pont az első hullámnál is előtte egy nappal lett volna, vagy utána lett volna egy nappal a koncert, és most a második hullámnál is, amikor ugye bemondták a korlátozásokat, akkor is másnap lett volna a koncertünk, úgyhogy pedig már mind a kettőt nagyon vártuk, úgyhogy így pont kimaradt egy teljesen egész év, és én nekem nagyon kell ez a pozitív visszajelzés, amit még csak attól az 5 embertől is kapok, aki ott van a koncerten, lehet, hogy az anyukám vagy apukám, de hogy nekem hiányzott ez a szereplés, mert hogy ez a szereplési vágy, ez azért túltengett bennem, és erre nem volt lehetőségem. Amúgy ezzel abszolút egyetértek, hogy kicsit nehéz úgy bármit is csinálni, húzamosabb ideig, hogy nincs semmi visszacsatolás a közönségtől, és ez egy ilyen időszak volt, hogy visszacsatolás nagyon nehéz volt bármilyen irányból is szerezni, és így kellett megcsinálnunk a mostani kislemezt is, ami meg fog jelenni. Szóval, ja, ez így kicsit nehéz volt, és kicsit válságosan éltem én meg személyesen. Tehát, hogy nekem ott ilyen több okból is volt egy ilyen kifakadásom, hogy eljött a pandémia, és olyan márciustól volt az, hogy akkor most nincsenek próbák, és nincsen zene, és valahogy addig arra a pontra annyira kifáradtam a zenélésbe, hogy azt éreztem, hogy úristen, én nem is akarok zenélni, és én mostantól, nem tudom, a fotózással foglalkozok, vagy
éppen valami, amit kitaláltam a héten, és akkor ott volt egy körülbelül egy negyedéves időszak, amikor nem is hallgattam zenét, én podcasteket hallgattam, vagy rádiós adásokat. És aztán tök jó volt, mert amikor meg kicsit elkezdtek lazulni a dolgok, akkor ez a szünet meg annyit segített, hogy amikor visszalendültünk abba, hogy most írni kell az anyagot, akkor ez egy újult erőt kaptam hozzá, hál' Istennek, és amúgy szerintem jó is lett, végül is megcsináltuk jóra a dolgokat. Hát igen, meg legalább el tudtunk ugye vonulni, stúdiózni, a Mackó Robi készítette a... Zelé Garden stúdióban. Igen, a lemezt, és akkor oda be tudtunk vonulni két hétvégére is. Uh-huh. Így novembertől januárban voltunk. Januárban is voltunk, igen. Igen. Szóval, hogy ez nagyon jó volt, hogy el tudtunk végül is így menni, mert amúgy meg időszűkében vagyunk állandóan, úgyhogy... Most is. Erre legalább volt lehetőségünk. És ezt egészen addig vittétek, mint ahogy itt már többször sugalltuk, hogy hamarosan kijön az új kislemezetek. Erről egy kicsit meséljetek nekem. Mire számíthatunk? Hát szerintem eddig nekem ez a valaha legőszintébb dolog, amit csináltam zenébe, így annyira közelinek érzem a szövegeket is magamhoz, amik megíródtak, vagy amiről úgy szólni fog az egész lemez. Így az elmúlt két év tapasztalataimról, mint vendéglátásban dolgozó nőként, vagy nőként, erről nagyon sok dal szól most, vagyis hát a... Négyből három az így erről szól nagyjából, hogy hogyan éreztem, vagy hogyan érezzük magunkat nőként szerintem nagyon sokszor. És egyszerűen zeneileg is egy kicsit fejlődtünk, vagy tovább fejlődtünk, szóval sokkal összetettebbek voltak, bár nagyon nehezen íródtak meg ezek a számok, majdnem egy évig ültünk rajtuk, ugye jó, mondjuk nyilván ebben a pandémia is segített, vagy rásegített, de hát igen, ez egy izzadós lemez lett. Ja. Ki is dobtunk sok dalt, szóval, hogy mi nagy lemeznek terveztük, de egyszerűen túlvállaltuk magunkat, szóval, hogy ahogy az előbb is mondtam, lassan írunk dalt, és akkor kitűztünk magunknak egy határidőt, hogy oké, akkor majd ezen a ponton elmegyünk fölvenni ezeket a dalokat, és azt hittük, hogy majd a határidő az egy olyan dolog lesz, ami megösztönöz, és igazából csak hatalmas káosz lett a vége. Ami nem baj, mert tanulópénz volt. Tehát mostantól nem fogjuk túlvállalni magunkat, ha lassan jönnek a dalok, akkor lassan jönnek a dalok. Szóval igazából az egészet így levágtuk, és akkor lett belőle ez a kis lemez. Ami viszont azt érezzük, hogy ennek minden pontjával egyet tudunk érteni, és tetszik, és szeretjük, és jó érzés lesz ezt élőbe előadni. Mikorra várható a kislemezetek? Ha minden jól megy, akkor július 2-a. De azért sok szálnak kell egyszerre mozogni ahhoz, hogy ez megtörténjen, de július 2-át szeretnénk. Illetve ugye készítettünk egy videóklipet is az egyik számból, ami szintén még a kikeltetőhöz tudom visszakötni, ott nyertünk egy nagyobb összeget, és akkor így a Hungary-nek a támogatásával tudtunk megcsinálni egy magasabb költségvetésű videóklipet, a Fekete Giorgio és a Héra Barnabás volt a rendező, illetve a Komrócki Dia volt az operatőr. Úgyhogy azt is nagyon várjuk, hogy ez végül is egy igazi videóklip lesz végre, és nem az animált klipünk. Igen. És egy kicsit elárultak nekünk erről, hogy mi lesz benne látható, mi lesz a tematika. Csak egy picit engedjetek be minket a függöny mögé. Nagyon szép ruhák, sok-sok csillogós ruha, meg... Igen. Meg humor, tehát, hogy maradtunk a humornál. Tehát vicces lesz az egész, és mi benne leszünk igazából. Igazából mi vagyunk az egyetlen szereplők. Humorról még annyit, hogy kicsit fekete humor. De többet nem mondjunk szerintem, mert én szeretném ezt így meglepetésnek tartani. Tehát kijön most egy 4 dalos kislemezetek, amiből 3 dal nagyon személyes töltetésű. Remélem, hogy a 4. dalt azt a Magyar Bulvár ihlette, mint a korábbi dalokat. Hát az Scooby-Doo, amiről beszélünk. Á, értem, igen. És mikor láthatunk benneteket legközelebb színpadon? Van-e már erre valamilyen terv? Húha, hát nem tudom, mennyire nyilvánosak ezek a dátumok igazából, de hogy emléletleg, ha minden jól megy, akkor Budapesten játszunk július 14-én, illetve a Bánkító Fesztiválon is játszunk július 10-én, és ezek a budapesti dátumok, Pécsen pedig a Made in Pécs Fesztiválon fogunk fellépni, ami mikor is van? Júli 17, az 17-e, igen. És majd az Est Caféban leszünk ott látható. Igen.
És hol látjátok a zenekart a következő pár évben szerintetek? Az oké, hogy most egy kicsit lelassultatok, ez nyilván lehet, hogy ez mostantól kezdve permanens, és ilyen lassan, finoman, fiatalosan írjátok majd a számokat, nem ugyanazzal a lendülettel. De mit gondoltok, hogy meddig lesz ebben Kraft? Hát szerintem ez tőlünk függ, ugye, mert szerintem mindannyian olyanok vagyunk, hogy egyikünk sem szeret úgy zenélni, hogyha már nem érez benne potenciált, vagy már esetleg nehéz a munka együttesen, azért öt embernek folyamatosan együtt dolgozni, abba bele lehet fáradni. És szerintem addig, amíg így működik a zenekari dinamikánk, addig ez működni fog, aztán majd a későbbiekben meglátjuk. Ja. Nyilván, hogyha arról van szó előbb-utóbb, és nem működik a dolog, akkor el fogjuk engedni ennek a kezét, mert bármikor csinált az ember bármit, amit szeretne, vagy bármikor változtathat, de egyelőre még nagyon szeretjük, és nagyon jó lenne, hogyha feljebb jutnánk ezzel, akár csak fesztiválzenekarnak lenni, megjelenni a legtöbb hazai fesztiválon, vagy csak úgy kiadni dalokat, amiket így hallgatnak, hogy örömet okozzunk ezzel magunknak is, meg a közönségnek is. Hát igazából tudod, ez most nehéz kérdés, hogy hol látjuk magunkat, mert most megmondom őszintén, hogy igazából inkább csak a vágyaink vannak, hogy hol szeretnénk látni magunkat, de hát ez annyi mindenem múlik rajtunk is, a szerencsén is, az éppen aktuális közízlésen is, amit nem is tudunk befolyásolni, szóval fogalmam sincs. De ahogy a Fanni is mondta, mindig lehet valami újat csinálni, és szerintem amúgy az a jó, hogy ezt a zenekar is megengedi, szóval nem is feltétlenül kell feloszlanunk ahhoz, hogy valami újat csináljunk. Hogyha eljutunk mind az öten arra a pontra, hogy figyelj, belefáradtam ebbe, akkor szerintem ki tud nálunk alakulni egy olyan közös konszenzus, hogy oké, akkor mostantól hip-hopot fogunk játszani, mert most azt mind az öten játszanánk tökre szívesen. Tehát, hogy, szerintem mindenki van annyira engedékeny, meg mindenkinek annyira tág az ízlése, hogy simán benne lenne bárki bármibe. Azt kívánom nektek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel, hogy ezek a vágyak teljesüljenek, és akár hip-hoppal, akár alternatívval, poppal, indivel, és nagyon sok színpadot kívánok nektek, amit ezzel a fiatalos energiával felrobbanthattok. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Viszontlátásra.